mit jelent nekünk az erdő, és mit jelent a többieknek. Hát a legújabb kutatások szerint egyébként ugye a Kárpát-medencében, ahogy a Csaba is mondta, erdős sztyep uralkodhatott, amikor a honfoglalás történt, de már jóval előtte egy nyílt táj volt, hiszen a Kárpát-medence terület, ezt viszonylag kevesen tudják, de a Európának az a területe, ahol szinte az elsők között jelent meg a mezőgazdaság. A nomádok abban különböznek tőlünk, hogy nincs falujuk, és egy olyan 200 kilométeres körzetben van egy térképük a fejükben a tájnak a legelőiről, erdőiről, és amikor éppen nem olyan az időjárás, mint ahol túl tudnak élni, akkor fogják magukat és arrébb mennek, és hagyják a természetet, hogy meggyógyítsa azt a helyet. A legújabb genetikai eredmények azt mutatják, hogy az ember közösségek, akik így Eurázsia szerte élnek, vagy akár világszerte, ezek nem nagyon mozogtak az elmúlt évezredekben. A lakosság 60-70-80% az évezredek óta folytonos a legtöbb területen, tehát évezredek óta gyűlnek a tapasztalatai, hogy hogyan lehet mondjuk jól túlélni a tundrán. Forradalmi időket élünk a tudományban ennek révén, hiszen a hagyományos ökológiai tudást most kezdjük felfedezni. Ez a kettő együtt, tehát a tudományos, természettudományos megközelítés és a hagyományos ökológiai tudás összerakása az, ami nagyon hatékony lehet és eredményre vezethet.